Hát igen, nagyon meglepődtem, mert szerintem volt nálam jobb kapus, de örülök neki nagyon. Hát úgy gondolom, hogy egy óriási élmény volt, hogy itt lehettünk ebbe a négyes döntőbe, és nem csak az egyesületünknek, hanem az egész községünknek egy nagyon nagy dolog. Ugye nem a siker a legfontosabb ebben a korban nyilván, de hát most már elkezdődik, és hát számukra ennek a kis korosztályunknak ez egy óriási élmény volt, és nagyon büszkék vagyunk rájuk. Szerintem mindenképpen jól éreztük magunkat, és eléggé meglepődtem, igen, hogy élettem a legjobb játékos, nem hittem volna. Nekem minden élmény nagyon jó volt és megmaradt, és talán a legjobb gólom az volt, amikor fölrúgtam a ficekba. Rendben, az egész éves futszál hétvégát. Nálunk ez úgy történt, hogy elindultunk, mint nagypályás csapat a futszál hétvégén, csak épp, hogy télen játékban legyünk. Nekünk ez volt a fontos. Aztán csak jöttek az eredmények. Mi sorba végigvertünk mindenkit, az alapszakasz, utána a felsőházba. Nem is számítottunk erre a négyes döntőre, csak arra ébredtünk, hogy itt vagyunk. A rendezés az óriási volt. Nem számítottunk, hogy ilyen. Mi még nem vettünk részt futszál bajnokságon, és nem tudtuk, hogy zajlik ez az egész. De én részemről azt láttam, hogy a bajnokok ligájába bevonulás. Nagyon jó volt, nagyon, nagyon szuper volt. Hát az egyesület életében nyilván nagy siker, mivel nem futszálozunk, ezeket a gyerekek kinti nagypályára készülnek. Ugye 6-6 ellen járnak Bozsik tornákra, illetve Kölyök ligára, úgyhogy eleve maga a terem közeget úgy kellett megszoktatni velük, hogy abból tudjanak felkészülni, de amint látszik, hogy igazi sportemberek, mert egyből fel tudtak rá készülni, és tudtak alkalmazkodni egy más közeghez. Mekkora élmény a gyerekeknek ez a mai nap? Hát mindenféleképpen egy aranyérem, az nagyon nagy élmény, illetve ugye a munka, amit csinálunk velük, legalább visszatükröződik nekik is, hogy érdemes ezzel foglalkozniuk. Kezdem az élménnyel, nagyon nagy dolog úgy gondolom megnyerni egy ilyen futszál sorozatot.
Pláne úgy, hogy ez 2006-os, 2007-es játékosok voltak, és úgy gondolom, hogy egy éve idősebbek között, ugye a 2005-ös korosztály között is megállták a helyüket. Ugye a kollégám is elmondta, mi nem futszál csapat vagyunk, mi ugye nagypályás futballra készítjük fel a játékosokat, de mindenféleképpen jól szolgálta a felkészülésünket, hiszen más labda, más szabályok, gyerekeknek alkalmazkodni kell, figyelni kell, koncentrálniuk kell, és úgy gondolom, hogy eljutottunk ide a négyes döntőbe. Itt három olyan csapat volt itt rajtunk kívül, aki mindenféleképpen magas szinten űzi ezt a játékot, és ezért is érezzük nagy dolognak, hogy ez sikerült megnyerni, pláne úgy, hogy ugye az első elődönt után ugye -2-ről indultunk, és a büntetőkkel tudtuk megfolytani ezt az egész párharcot, és így sikerült a döntőbe jutni, ahol szintén hátrányból indultunk. És úgy gondolom, hogy a gyerekek nagyon akarták, nagyon összeszerettek voltak, egész évben jól dolgoznak, egész augusztustól kezdve, amikor elkezdtük a felkészülést, lehetett látni, hogy a korábbi beszélgetések eljutottak a szívükhöz, meg a gondolataikhoz, hiszen összeszedték magukat, nagyon összeszedetten edzenek, és nem véletlenül érnek el, tényleg folyamatosan a munkájuknak beérik a gyümölcse.